Telekamera, izvolite. Úgy érzem, hogy a múzsáknak igenis hát meg kell szólalni, munkálkodni kell bennünk, és mindannyiunkban, sőt nagyon elkötelezettel. Tehát félrehúzódva, mellé beszélve, olyan periférikus kérdésekkel foglalkozó filmeket készíteni, úgy hiszem, hogy ebben az időszakban szinte vétek, vagy nem mondjam, bűn. Hát ez a felvétel 16 évvel ezelőtt készült, és hát már akkor tulajdonképpen megfogalmaztuk, ugye, hogy milyen fontos, hogy az alkotó felismerje, hogy miről is kíván filmet készíteni, hogy érezze azokat a fontos közérdekű témákat, amelyben egy kort jól meg lehet ragadni. Tehát ilyen szempontból akkor is, és hát ma is a feladat az alkotónak, vagy az alkotóknak azonos, hogy legyen bennük bátorság, és ami legfontosabb, igyekezzenek olyan történeteket, eseteket feldolgozni, kibontani, amelyek valóban az adott kor legizgalmasabb, vagy legalábbis a fontos kérdésköréhez tartoznak. Sokan, de főleg a fiatalabb korosztály szinte alig tud valamit a beszolgáltatás időszakáról, eseményeiről, körülményeiről. A Nehéz idők című filmben éppen ezt a kérdést szerettem volna feldolgozni, amiből aztán kiderül, hogy milyen sokan, főleg a parasság körében, a szenvedő alanyok közül kitörhetetlen emlékeket őriznek, rejtegetnek emlékezetükben. Dokumentumfilmünkben ezeket az emlékeket hoztam felszínre, és mondattam el az emberekkel. Majdnem minden héten, minden, hogy be kell szolgáltatni. Kaptad a behívót, és akkor, ha volt rá eset, hogy én elmentem, és ugye mondtam, hogy hát kérem, hát nincs. Kijöttek. Eljöttek ki. És a padlást, mindent, a házpadlást, nem, a góri, üres volt már a góri, mert már mindent be kellett szolgáltatni, üres volt a kukoricát, már úgy vettük a kukoricát, mert annyit kértek, ugye, hogy nem, pedig itt voltak a jószágok, hogy akkor a szapán tehén, lovak, tehenek, disznók voltak, de már kukorica a góriban nem volt, mert már mindent be kellett adni. Az 1980-as évek elején, 81-ben néhányan úgy láttuk, hogy nagyon jó lenne a dokumentumfilmi fajt is valahogy a valóságfeltárás, társadalmi valóságfeltárás szolgálatával állítani. Azaz addigra már mi is ismertük a magyarországi folyamatokat, ott már akkor nagyon erőteljes volt ez a vonulat, amely a társadalmi visszáságokat, ellentmondásokat, rejtett konfliktusokat tárta fel. És mi, akik itt néhányan, mondhatnám, nyitott szemmel jártunk, keltünk és részt vettünk a közéletbe, tapasztaltuk, hogy a vajdasági magyarság társadalmi, politikai, történelmi jelenében, közelmúltjával számtalan olyan esemény volt, történet, amelynek filmes feldolgozása nem történt meg, azaz a megtörtént, amikor utána néztünk megfelelő a sajtóban valamiféle reagálás, de az az egypárt rendszer szája íze szerint történtek ezeknek az ügyeknek az ismertetése. És akkor már néhányan azt is láttuk, hogy a film nagyszerű lehetőséget kínál, egy nagyszerű eszköz, amivel feldolgozva a társadalmi gondokat, problémákat, konfliktusokat, valamiféle tükröt tudunk mutatni közösségünk számára, hogy mik is történtek a történelmi közelmúltunkban, amit el kellett hallgatni, tabu témák soráról szereztünk tudomást. Kicsit úgy tűnik, hogy a
tabu témák megszállottja vagy. Bár a történelem téged igazol, ez most már bebizonyosodott, mert előbb vagy utóbb ezekről a tabu témákról lehullik a lepel. Külön élvezed azt, amikor a darásfészekbe nyúlsz. Hát én úgy érzem, hogy minden kornak megvan a maga darásfészke, minden időszaknak a maga darásfészke, és ez nem élvezet kérdése, hanem úgy érzem, hogy én eleve egy olyan alkat vagyok, aki kíséri a napi politikát, egyáltalán a társadalmi mozgásokat, és hát ezeket elemezve, ezeken gondolkodva, egyszerűen az ember rálel olyan témákra, olyan problémákra, amit úgy érez, hogy fel kellene tárni, mert példaértékűek, és azt hiszem, hogy egy szélesebb nyilvánosságot is érdekelne ezeknek a feltárása, bemutatása, ábrázolása. Én azt hiszem, hogy egészen természetesen, spontán jön ez a bizonyos témaválasztás. Nos, hogy ez aztán végül úgy tűnik, hogy tabu, hát azt akkor, amikor ezeket a témákat kiválasztom, vagy fellelem, akkor nem abba gondolkodok, hogy ez azért lenne érdekes megcsinálni, mert ezt még nem csinálta még senki. Egyszerűen személyesen ezek a kérdések, ezek a témák érdekelnek. Akkor már működött is az újvidéki televízió, de hát ott elsősorban ilyen értelemben, ilyen vonatkozásban inkább eredmény propagandisztikus dokumentumfilmek készültek, és így a televízió nem jelenthetett semmiféle intézményes bázist, háttért. Ez volt az egyik fontos tényező, a másik meg hát megfelelő filmes eszközök nélkül ehhez a munkához nem is lehetett hozzálátni. Tehát akkor több évig az volt a feladatunk, hogy keressünk egy olyan közösséget, várost, művelődési egyesületet, vagy bárkit, aki egyrészt felmeri vállalni az általunk közzétett, meghirdetett, kimondott programot, filmes programot, és időközben azon fáradoztunk, hogy megfelelő műszaki és anyagi hátteret, bázis biztosítsunk a munka megkezdéséhez. Gyakorlatilag 4-5 évet kellett várnunk. Ez az időszak tulajdonképpen arra volt jó, hogy valahol a szándék találkozott egy másik mozzanattal, hogy addigra kezdtek elterjedni a videó berendezések, és akkor már nem kellett egy nagy filmgyártó apparátus, produceri cég vagy televízió, aki a rendelkezésünkre bocsájtotta a drága technikát, mert leginkább ez volt a legnagyobb gond, hogy hát most hogy itt ilyen csoportnak biztosítani filmszallagot, kamerákat, stb. Ezzel mind lehetett korlátozni a munkát. Addigra elterjedt az úgynevezett házi videórendszer, akkor még sajnos VHS kamerák voltak egyedül azok, amelyekhez mi hozzá tudtunk férni, de abban az időben a kamera mint töltőtől szolgált, tehát már nagyon örültünk, hogy van egy kamera, ami képet, hangot tud rögzíteni, ennek és a meglévő eszközökkel végül is 86-ba elkezdtük Topolyán a munkát, méghozzá itt kizárólag olyan alkotók vettek részt, akik elfogadták ezt az elkötelezett filmes megközelítést. Itt főleg írók, újságírók és néhány olyan filmes társult, akik egymást kiegészítve neki láttunk tulajdonképpen az akkori tabu témák feldolgozásához. Ez Topolyán indult be, ott egy nyári művész telepet, alkotó művész telepet hoztunk létre. Tehát én úgy érzem, hogy csináltunk néhány közös filmet, néhány dokumentumfilmet, és hát ezek a filmek, ha jók, akkor érnek annyit, mint egy jó novellás kötet, vagy egy jó regény. Ez most már az 5. éve, hogy a tábor létezik.
Én harmadszor veszek részt a munkában, és örülök, hogy egy olyan témát találtam, ami szerintem az alapvető koncepciónknak nagyon is megfelel, tehát a dokumentumfilm, amely analitikus jellegű. A pirosi magyar szülők úgy határoztak, hogy a gyerekeiket ezután nem akarják magyar iskolába járatni. A dokumentumfilm címe Piros, ami a falu neve is, de azt hiszem, hogy mélyebb értelme is van. Az anyag nagyobbik részét elkészítettük, leforgattuk, holnap még csak a református istentiszteletet kell fölvételeznünk, és utána következik a vágás, a dramaturgiai montázs, és remélem, hogy sikerült egy igen érdekes dokumentumot elkészíteni. Én magyar vagyok, én azt mondom, de... És nem érzed azt, hogy nehezebben fejezed ki magad magyarul? Hát érzem, de... Nehezebb az, mert többet beszélek szerbül, nekem mostan könnyebb beszélni szerbül, mint magyar. És az nem baj? Én nekem nem baj. Jó. Én tudok beszélni magyarul, amennyi nekem kell. És mégis meg bírok beszélni úgy, amennyi kell nekem, de több nem. Hogyha megnézzük az akkor készült filmek tematikáját, hosszát, akkor persze fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet egy komoly dokumentumfilmet, másfél-két órás dokumentumfilmet 10-12 nap alatt elkészíteni. Nos, hát természetesen ebben a trükk az volt, hogy mi azt is szerettük volna, hogy ez a mi munkánk, tényfeltáró munkánk nyilvánosságot kapjon, hiszen semmi értelme, hogyha nem hívjuk fel a vajdasági magyar közösség figyelmét, hogy itt van egy ilyen csoport, filmes csoport, aki most ilyesmivel kezd majd foglalkozni, ez több szempontból volt a számunkra nagyon fontos. Egyfelől, hogy amikor ugye a feldolgozásra kerülő témákat meghirdettük a sajtóban, amikor erről a rádióban máshol kezdtünk beszélni, akkor erről lemérhettük, hogy vajon hogy reagál majd az aktuális politika. Hiszen abban az időben azért nagyon sok mindenre lecsaptak. Nagyon sok koncepciós per zajlott már ebben az országban, és attól is félnünk kellett, hogy talán ezt a műhely munkát majd valamilyen formában a hatalom akadályozni próbálja. Egyfelől ez volt a fontos rejtett szándék, hogy lemérjük, hogy meddig lehet elmenni. A másik pedig, hogy egyben magunknak segítsünk, hiszen a nyilvánosság erről tudott, azaz megtudta, hogy dolgozunk, milyen filmterveket forgatunk a fejünkbe, és ez talán megkönnyíti majd a terepi munkát. Tudnélik, kiderült, hogy a korábbi évtizedekben nagyon sok témát nem lehetett feldolgozni, így aztán az emberekbe is egyfajta félelem költözött, hogy a kínos, súlyos politikai kérdésekkel kapcsolatos nyilatkozatokat nyilvános, mondjuk rá, beszélgetés nem vállalták, főleg kamerák előtt. Mi viszont azt szerettük volna, hogy minél több ember álljon a rendelkezésünkre, azaz vállalja, hogy a saját történetét, ami az adott témához kapcsolódik, elmondja. Tehát ilyen formában meg kell mondanom, hogy mi közvetlen semmiféle akadályoztatást nem tapasztaltunk, sőt, akkor az úgynevezett várt rendszer szellemiségében működő újvidéki televíziót is felkerestük, az akkori dokumentum szerkesztőséget, jelezőn, hogy lesz egy ilyen műhelymunka.
És amit egyedül ebben az időszakban tapasztaltunk, és nagyon fontos volt, hogy még ez az egészen akkor is nagyon párt ellenőrzés alatt lévő televízió ugyanakkor biztosította, hogy erről az egyedülálló filmes műhelyről, az egész régióban, tehát Vajdaságról nem is beszélve, ilyen műhely szinte évtizedekig nem volt. Mi voltunk az elsők, akik így próbáltunk filmgyártással filmkészítéssel foglalkozni, biztosított minden nyári táborról egy csoportot, aki végigkísérte a mi munkánkat, és a televízió is beszámolt tulajdonképpen. Kedves nézőink, a Perspektíva ezúttal a videó perspektívájával, konkrétabban a topolyai videótáborral, annak jelenével és jövőjével foglalkozik. Nem is azért készül. Szóval. Nem is azért, mondtam én. Mert én nem is kérek tényleg segítséget. Szívesen. Hogyha van meló, melózok, de hát mit akarok mondani? Itten ilyen meló van, mi van? Van lent 3 hónap Mikovácson ez van. Van 3 hónap cukorgyár, az idén az se lesz, hallom. Tényleg a megélhetés lehetség nagyon nehéz. Itt kint legalább. Szintén dolgozik. A napszámban minden nap. Ha más nem, az a néhány perces bejátszás azért fölkeltette a nézők, és főleg az akkori vajdasági magyar értelmiség figyelmét erre a munkára, hogy itt nem játszadozó emberek vannak, hanem nagyon is kemény és kényes témákat igyekeznek, kívánnak feldolgozni, és ez egy picit megteremtette azt a sajátságos légkört is, hogy várták már, hogy ezek a filmek elkészüljenek. Most közeledünk egy akácfához. Tulajdonképpen mi is történt itt? Milyen helyen járunk? Ezen a helyen 1944. november 2-áról 3-ára virradó éjjel itt egy szörnyű bűntény történt. Itt egyesek szerint 60, mások szerint 200 embert kivégeztek. A jugoszláv közvélemény azonban arról nem tud, hogy a háború után a béke első hónapjaiban 1944. novembere és 1945. tavasza között fegyvertelen és ártatlan magyarok ezreit végezték ki Vajdaságban. Pusztán amiatt, mert magyarok voltak. Erről 45 éven át nem lehetett beszélni. Ilyen traumákkal kezdte meg új életét az új Jugoszláviában a magyarság. Természetesen mi mást találhatunk volna ki, mint hogy az elkészült filmeket mi magunk vittük el mindazokra a helyekre, könyvtárakba, művelési otthonokba, szövetkezeti otthonokba, ahol felvállaltak bennünket, és vállalták, hogy legalább közönséget toboroznak. Így aztán egy sajátos két részből álló munka alakult ki, hogy nyáron bejelentettük, hogy mi mindennel kívánunk foglalkozni, milyen témakörökben forgatunk. Az év végére elkészültek ezek a filmek, majd elindultunk Vajdaság szerte ezeket a filmeket bemutatni. Akkor természetesen nem EHO-s szekérrel, de EHO-s gépkocsival, mondanám én, hiszen abban az időben még színes televíziókkal se rendelkeztek a művelődési otthonok, meg azok a helyek, helyszínek, ahol vetítettük a filmjeinket. Nekünk kellett vinni a képernyőt, a televíziót és a vetítőberendezést is, azaz a magnót. Ez egy új kezdeményezés, vállalkozás, hogy az alkotók utána, a filmek elkészítése után is még gondoskodik a filmek sorsáról. Ugyanakkor kiemelném azt a mozdulatot, és roppant fontos a
az alkotók számára, hogy találkozzanak a közönségeikkel, akik visszajelzésként nagyon sok fontos, hasznos, használható információt adhatnak, nyújthatnak a szerzőknek, amely többféleképpen hasznosítható, úgy, mint a filmek dramaturgiai tartalmi módosítása, korrigálása terén, vagy éppen bizonyos irányzat vagy hozzáállásnak a megerősítése szempontjából. Tehát ez a közvetlen kapcsolat a nézőkkel úgy érzem nagyon fontos. Az emberek megdöbbenéssel tapasztalták, hogy mi milyen témákat feszegetünk, ezeket a tabu témákat, amiről majdnem mindenkinek volt valamilyen élménye, és hát az igazi katarzis gondolom nem csak a maga a film lehetett és volt, ahogy mi tapasztaltuk, hanem az a felismerés, hogy egyfelől vannak filmesek, akik ilyen témakörökben forgatnak, vannak riportalanyok, akik a félelmet legyőzve mernek nyilatkozni, és hát kiderül, hogy a vajdasági magyar sajtó erről mell írni. Na most ez egy csodálatos időszaka volt a mi munkánknak, hiszen ezekben az években évente 10-15 különböző vetítést szerveztünk vajdaság szerte, és minden vetítést általában több órás vita követett, hiszen kiderült, hogy a közönség látva ezeket a filmeket egyszer csak elkezdett újabb történeteket mesélni, olyasmi kerültek a felszínre, amire mi nem is gondoltunk, hogy az emberek erről esetleg nyilvánosan mernek szólni. Szinte az egyik év az valamilyen formában azt jelentette, hogy témákat bukkantunk, amit az elkövetkező években dolgoztunk fel, és egy sajátos olyan légkör alakult ki, hogy már a második évben a sajtótól kezdve a közönség